Sziasztok, szia, üdvözöllek a csatornámon, én Borsos Tíme vagyok, ez pedig itt a Csodákat Teremtek. Ugyan nemrég költöttem fel videót a mai napon, de úgy döntöttem, hogy még egy videót készítek, mert hogy most nagyon erős energiák érkeznek hozzánk. Ugye ma van a teli hold, a halakban, ami ráadásul nagyon alkalmas arra, hogy érzelmeket oldjunk fel, úgymond. Aztán utána megy a kosba, ami egy ilyen vágyenergia ráadásul, és a holnapi napon, ugye 3 napig van teli hold, tehát 3 nap a hatása ennek a teli holdnak, tehát a csütörtökön fejeződik be azzal, hogy átlép a bikába, ami az a lépéseinknek a megtervezése gyakorlatilag, és ez összeér azzal, hogy holnap lesz a téli napforduló is, tehát 22-én. Szóval most, ha máskor nem, de most nagyon jelentős dolgokat tudunk elengedni, bevonzani, meg úgy mindent. Úgyhogy én most itt merényletre fogok készülni. Méghozzá központi kérdés még mindig a szerelem. Tehát ez a kirakás szerelemre fog vonatkozni, hogy megérkezzen az életünkbe a szerelem, hogy ha megérkezett, akkor jól működjön. Tehát mindenképpen egy olyan energiát jelent, ami azt adja az érzelmi világunkban, amit mi igazán szeretnénk, méghozzá ezt a választott családunkban, tehát a szerelmi kapcsolatainkban történjen meg. Arra kérlek szépen, hogy gondolj, magadra koncentrálj, erre a hangtárra most, hogy 3-szor megkongatom, hogy azt halld, és jól halld, én meg azt mondjam, és jól mondjam, amire igazán szükséged van. Szuper. Na nézzük, hogyha a szerelem a központi téma, akkor mégis mit ajánlanak az angyalok nekünk dolgokat, hogy ez megtörténjen. Az első a vonzás törvényének az ismerete. Az univerzum egy olyan törvénye, vagyis hát az univerzumot működtető törvény, gyakorlatilag a legfontosabb törvény, tehát ahogy működik az univerzum, azt kell megérteni, és tök jó, hogy most jött ki ez, mert itt azt is meg kell érteni, hogy ami lefelé visz minket negatív irányba, az gátolja meg azt, hogy mi elérjük a céljainkat, mondjuk a szerelmet, és az, ami úgymond, hát hogy is mondjam, nekünk rossz. Tehát nem a körülmények, nem a helyzetek, hanem azt, amit mi hiszünk annak. Na nézzük, húzzunk egyet innen bentről is. Kapcsolat. Közted és Isten között kell, hogy ez a kapcsolat megszülessen elsősorban, tehát meg kell találnod a belső Istenet, és meg kell tanulnod, hogy tulajdonképpen hogy is tudjál ezzel a tudatfelettivel kommunikálni, meghallani őt, megérteni őt. Nézzük! Tisztítás és méregtelenítés, az kívül, belül, a gondolatai tisztítása elsősorban, aztán a testednek a tisztítása, és végül a környezetednek a tisztítása, tehát, de a legfontosabb az a gondolataidnek a tisztítása, és tök jó, hogy ez is most jött ki, amikor ezt a videót csinálom pont, mert most azt fogjuk csinálni. Tehát ez itt nagyon összefügg ez a vonzás törvényével. Vonzás törvénye is azt mondja, hogy tisztíts ki azokat a gondolatokat, amire nincsen szükséged. Engedd el az aggodalmaidat, mert az elme működésének ez a funkciója, a kétségek, a félelmek, az aggályok, ezek mind olyan folyamatokat indítanak el, amit lényegében magának az ördögnek lehet nevezni. Tehát ez minden jó dolgunknak az elrontója. Na most, hogy ezeket a tanácsokat megfogadtuk, és ez tök jó, hogy pont ezek jöttek ki, mert erre fogok én most itt készülni, ugyanis most az lesz a feladatunk, vagy feladatom,
hogy megnézzük azt, hogy milyen dolgoktól kell nekünk pontosan megszabadulni. És amikor ezt a dolgokat, ezeket a dolgokat megértettük, hogy mi kell, mitől kell megszabadulni, akkor itt majd fogok itt alkotni egy olyan dolgot, hogy el is tudjuk valóban engedni, tehát ne csak képzeljük el, ne csak a feladatot tudjuk, hogy nekünk ezt el kell engedni, hanem tegyük is meg. Na nézzük, milyen dolgok ezek. Mit kell nekünk elengedni ahhoz, hogy működjen a szerelmi életünk? Jöhetnek nyugodtan. Mit kell nekünk elengedni? Mi az, ami meggátolja, hogy ez a szerelem, ez a kapcsolat úgy működjön, hogy a bennünk lévő szerelem jól működjön, hogy a bennünk lévő Istennel kapcsolatot találjunk, miket kell elengedni. Na, úgy érzem, hogy ennyi elég is. Menjünk sorba. Na és akkor most lesz az, hogy ahogy ezt megnézem, ez mennyi, ez 3, 6, 7 dolog, akkor ezt a papírt elkezdem felszabdalni. Ez egyébként olyan papír, amire már írtam, aztán utána leesett, mert nem szeretek pazarolni, megmondom őszintén, úgyhogy inkább ilyen dolgokra használom fel az ilyen papírkákat. Egy, kettő, három. Mindegy. Most az egészet el fogom majd égetni, mert az lesz a terv. Egy, kettő, három, négy. Akkor legyen már egy nyolcadik is, ugye? Akkor tutira menjünk, mi legyen a nyolcadik dolog, amit el kell engedni. Ja, nem nézzük meg még, jó. Majd útközben. Na szóval akkor. Azon gondolkoztam, hogy akkor nem tépem el az utolsót, és úgy hét lesz, de hát most egyet több dolgot engedünk el, na bum. Szerintem van bőven elég feladatunk az életben elengedni. Nem kell itt ragaszkodni. Na nézzük, akkor a kulcsszavakat, kulcsmomentumokat rá fogom jönni ezekre a cetlikre. Na nézzük az elsőt, tehát. Felhők, az illúziókat kell elengedni, az ábrándozást kell elengedni ezzel kapcsolatban. Tehát, illetve azt kell elengedni, és most szerintem ezt fogom írni, hogy feltételezzek a másikról valamit. Tehát el kell engednem először is másikról, a másikról a feltételezés. Másikról a feltételezést el kell engedni. Na most jött az, hogy én ezt a kis csodálatos célszerszámot itt felhasználom. Ha sikerül, és fel is tűztem. Első. Na, aztán nézzük, mit kell még elengedni. El kell engedni a szív királyt. Na, nézz oda. Tehát el kell engednem azt, hogy... El kell engednem azt, azt a képet, ami arra vonatkozik, hogy én mit várok a másiktól, milyen legyen, hogy legyen ő szerelmes, hogy legyen ő, hogy udvaroljon nekem. Tehát elengedem azt, hogy a másik hát így írom, hogy udvarlásának módja. Szeressen, ahogy ő tud, közeledjen, ahogy ő tud, amire ő képes, ne legyenek irreális elvárásaim, és halljam meg azt, ahogy ő valóban közeledik hozzám, ne pedig én gyártsam le az illúziókat, hogyan kéne közelednie. Na nézzük, itt a hold, hát itt azok az érzelmeket kell elengedni, ami távol tartja, ami ezeket a kívánságokat, amiket éjszaka mondunk. Opa, bocsánat. Tehát itt a szomorúságot írom, hogy ez az első, hogy a szomorúság ellen küzdjünk minden lehetséges módon.
Ez nem azt jelenti, hogy néha nem engedhetünk neki, de amikor már újra és újra megjelent, akkor már nem fog nekünk semmit sem adni. Aztán, sőt, inkább elvesz. Aztán van itt a ragaszkodást. Ó, hát ezt igazából vártam is, hogy kijöjjön. Ez így, ahogy van. Ezt így leírom. Tehát a ragaszkodást. Hozzá a ragaszkodást, akire gondolok, vagy a módot. Ragaszkodás az elképzeléshez. Az elképzeléshez hogyan jöjjön, mit csináljon, ez kicsit hasonló, mint az előző. Ragaszkodom, hogy csak tőle kaphatom meg a boldogságot, vagy csak most, hogyha ő nem jöjjön, akkor senki más nem. Hányszor hallottam ezt mostanában, hogy kiraktam kártyákat, hogy nekem más nem kell, hogyha ő nem jön, akkor sose leszek boldog, ez nem így van. Ha ő nem jön, akkor is boldog leszek, csak máshogy, máskor, másmilyen módon. A remény, ó, de jó. Van az a pillanat, amikor a remény az láncon fűz minket, mert hogy pontosan egy embertől várjuk ezt a megváltást, tehát a reményből, a remény a vágy helyett, tehát tudjam én, hogy mit akarok, ne reménykedjek. Ez a tedd, ne próbáld szinonimája, tehát úgy a reménykedés olyan formája, amikor jaj, csak egyszer bárcsak, ó, de jó lenne, hogy nem, így lesz, pont, ezt kell ide kell eljutnom, hogy így lesz, mert én így akarom, és amit én akarok, az úgy lesz. Az univerzum megadja nekem, itt most itt gyorsan restauráljuk itt a gyertyámat, mielőtt ég. Na, és akkor még három üzenet. Új év. El kell engednem az új... Az új év. Ugye most egy új hold. Most próbálom ezt így összerakni, hogy hogyan. Most az új holddal lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy na most akkor ez így azonnal meg fog változni. Nem kizárt, nem kizárt. De az új lehetőség az először érzelemben kell, hogy megjelenjen. Úgyhogy én most azt fogom írni, hogy türelmetlenséget kell elengednem ezzel kapcsolatban. Lesz új dolog. Türelmetlenség. Lesz új dolog, lesz változás, gyógyulnak az érzelmek, stb. Ezzel nincsen probléma. A türelmetlenségemet el kell engednem, hogy mikor. És amikor elengedtem a türelmetlenségemet, lehet, hogy pont azzal fogom megengedni azt, hogy azonnal változzon minden. Ugye ilyenkor szokott előfordulni az, hogy én magam gátlom meg azt, hogy mikor történjenek meg ezek a dolgok. Aztán az ürességet kell elengednem, ezt a belső magány érzést, tehát azt kell tudnom, hogy sosem vagyok egyedül. Hogy is írom a magányt? Sosem vagyok egyedül. A felettes tudatom mindig itt van, az univerzumban mindig össze vagyok kapcsolva az összes többi emberrel, mindennel a világon, tehát, hogy nem vagyok sosem egyedül. Ez csak egy illúzió, amit leteremtünk itt a valóságban. Nem kell, hogy magányosnak érezzük magunkat, mert mindig, mi mindig itt vagyunk magunknak, igazából. És a fenség, ó, hát remélem, hogy nem merül közben a telefonom. Itt a fenségnál azt kell hát ez is egyfajta magányosság igazából. Itt szerintem azt kell elengedni, hogy én oldok meg mindent, ugyanis itt ugye egy olyan beteg emberről van szó, akinek szüksége van ránk, és gyakran érezzük azt, hogy nekem kell megoldanom mindent, mert csak az jó, hogyha én oldom meg, csak úgy jó, csak akkor.
mindent nekem kell megoldanom, ilyenkor jön ez. Na, ezeket a dolgokat szépen elengedjük. Először a kártyát így elrakjuk, hogy köszönjük, ez nem kell. És utána, még egy kicsit öntök ki belőle, és utána pedig légy szíves, nézd végig, ahogy ezek a dolgok itt elengetődnek, mert ez pszichológiai szempontból is fontos számodra, hogy lásd, hogy elégnek ezek a problémák. És ez lesz a feladatod, hogy ezt végignézd, hogy ez már többet nem hagyod, hogy meggátoljon téged abban, hogy a vágyaid a kedved szerint alakuljanak. Még egy kicsit. Nehogy maradjon belőle. Hát, hogy túlszorosan tettem, de nem baj. Nos, én úgy látom, hogy nem nagyon maradt már belőlük semmi. Milyen szép fekete lett. Ugye, és már nem is lehet elolvasni azt, hogy mik voltak ezen a papíron. Szóval, ezt, hogyha végignézted, akkor remélem, hogy benned is megtörtént ez az átváltás, hogy eltűntek ezek a dolgok, szép feketévé váltak, semmivé váltak, hatástalanná váltak ezek a gátló történetek az életedben, és többet nem fogják megakadályozni azt, hogy a vágyaidat valóra váltsd. Mert ez az igazán fontos, hogy amire te vágysz, amire te gondolod, hogy nagyon szükséged van, az mindenképpen meglegyen az életedben, és ezért ebben ne legyenek akadályaid. Szerintem ez szépen elégett, már nem nagyon akar így égni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ezen a videón, remélem tudtam segíteni. Majd még fogok hozni hasonló dolgokat. Kívánom neked, hogy jól alakuljon ez az új hold, és el tud azokat a dolgokat engedni végleg az életedben, ami nem szolgálja a fejlődésedet, és a szerelem érzése megjelenik a te életedben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, itt voltatok. Sziasztok!